A következő percekben a Ficánka tagovoda új vezetőjét ismerhetik meg. Nagy szeretettel köszöntöm a műsorban Mackóné Polgár Szilviát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Mióta látja el a Ficánka tagovodának a vezetői feladatait? A kinevezésem 2020. augusztusától van érvényben, lassan fél éve. Miért választotta anno ezt a hivatást? Hát ez egy nagyon hosszú és nagyon fájdalmas történet. Én 6-tól 14 éves koromig kisebb-nagyobb megszakításokkal gyermekotthonban éltem. Ebben a helyzetben a gyerekek megpróbálnak különböző túlélési stratégiákhoz folyamodni. Van, akiből ez a helyzet szorongást vált ki, van, akiből agressziót, van, akiből regressziót. Én tudatalatt is talán a jó irányba indultam el, a kicsik felé fordultam, velük foglalkoztam, velük játszottam, és így az én gondom már nem tűnt olyan súlyosnak. És ebben az időben fogalmazódott meg bennem nagyon mélyen, hogy én pedagógus szeretnék lenni, csak nem olyan pedagógus, mint akik velem foglalkoztak. És ebben az időszakban azért egy nagyon komoly érzelmi deficit keletkezett a kis lelki világomban, amit azóta is folyamatosan töltögetek vissza a gyerekek önzetlen szeretete által. És tudatosan választotta az óvodát és nem az iskolát? Tudatosan, mert a kicsikkel foglalkoztam, igen. Nekem a picik voltak abban az időben, ha úgy mondhatjuk, a mentsvár. Mikor kezdett el dolgozni? Óvodában? Igen. Hát 30 éve lassan már óvónéni vagyok. És hogyan került ide a kerületbe? Tehát úgy tudom, hogy nem a kerületben élt, de mégis ugye a Ficánka tagovodának a vezetői pozícióját ugye megpályázta. Honnan értesült a pályázatról? Én 2 éve költöztem fel Budapestre családi okok miatt. Nekem az volt a vágyam és az álmom, hogy egy pici családias óvodában dolgozhassak a nyugdíjas éveim végéig. És nagy szerencsére itt Budafokon megtaláltam ezt a picike gyöngyszemet, a Ficánka óvodát, távol a zajos, szmogos útvonalaktól, egy gyönyörű ősfás kisligetes udvarban. És 2 éve dolgozom itt már, akkor kaptam meg a kinevezésemet, és elődöm, Bozsó Vera néni nyugdíjba ment, és az a megtiszteltetésért, hogy engem kértek fel arra, hogy megírjam a pályázatot, és nagyon hálás vagyok azért, és nagyon örülök annak, hogy Malackovni Orbán Judit, az intézményvezető, és Sinkovicsné Király Angéla bízott bennem, és lehetőséget adtak arra, hogy az általam képviselt értékeket intézményi szintre emelhessem. Mik ezek az értékek? Beszéljünk erről a pályázatról, hogy mit tartalmaz, ez milyen célokat fogalmazott meg abban? A pályázatban nyilván közép, rövid és hosszú távú célokat kellett megfogalmazni. Ezek így általánosságban az épület, az állatmegóvás, az eszközbeszerzés, a felújítások, a karbantartások, a magas szakmai színvonalnak a megtartása, ennek a fokozása, akkor a gyermekekkel való szeretetteljes bánásmód, a szülőkkel való pozitív kapcsolattartás elmélyítése, nekem pedig szívem csücske a környezetvédelem és a környezettudatosság, erre nagyon komoly hangsúlyt fektetem a programomban, illetve azt gondolom, hogy egy boldog gyerek csak akkor jön mosolyogva az óvodába, és akkor érzi magát jól az óvodában, hogyha az óvónéni is mosolyogva és kiegyensúlyozottan fogadja. Ezért én nagy hangsúlyt fektetek az óvodában a kollektíva, a mentálhigiénés és állapotának a folyamatos vizsgálatára és a folyamatos fejlesztésére. Milyen a csapatot akkor elmondható, egy összetartó közösség? Nagyon összetartó, nagyon együttműködő, és ez volt a legfőbb okom, amiért megírtam a pályázatomat, mert hiába születik meg egy jó pályázat, hogyha nincs mögött egy ilyen támogató közösség. Ez megvan, jól értem? Hát hogyne. Egy nagyon picike óvoda vagyunk, 9-en dolgozunk összesen, és hogyha lehet, akkor egy pár szóban beszélnék is róluk. 2 daduskánk van, 1 konyhásnénink van, ők nagy szeretettel gondozzák a gyerekeket, és emellett a fertőtlenítésben is nagyon komoly szerepük van, és büszkén mondhatom, hogy a kerületben mi vagyunk szerintem az egyetlen óvoda, ami még nem zárt be a pandémia kezdete óta. Ez mekkora kihívás egyébként a mindennapokban? Most már gondolom azért eltelt annyi idő, hogy megtanultak ezzel a helyzettel élni. Igen, ez hatalmas kihívás, főleg azért, mert én a környezettudatosságot próbálom mindenek előtt szem előtt tartani, ezért, hogy a gyerekeknek a környezetét és az immunrendszerét ne terheljük feleslegesen vegyszerekkel, ezért beszereztünk 2 gőztisztítót.
amikkel ezt a sok vegyszert ki is tudjuk váltani. Nyilván nem mindet, de amivel a gyerekek érintkeznek, azokat a felületeket a gőztisztítókkal feltöltenítjük, csirátlanítjuk. Milyen terveik vannak a következő években? Hát két csoportos oda vagyunk, és a kolléganőm, ő frissen végzett pedagógus, Mázás Anikó, ő egy nagyon-nagyon jól képzett, nagyon alapos szakmai tudással rendelkező, nagyon jó közösségi ember, neki az előző szakmája okológus. És ez nagyon-nagyon belevág a mi óvodánk profiljába. Vele álmodtunk egy nagyot, az óvodánk hátsó kertjében szeretnénk egy tavi ökoszisztémát kialakítani, bogár és rovarhotelt, és szeretnénk egy szenzomotoros érzékelő kis totyogó ösvényt kialakítani. Erre már a fedezetünk megvan, alapítványi pénzből fogjuk finanszírozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, eredményes munkát kívánok mindezekhez. Köszönöm szépen a lehetőséget.